Oké. Okay. Szerintem... eltűnt. Guys, sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai vlog videóba. Igazából ma felkeltem és nem volt itthon már senki. Gondolom, hogy nekem dolgoznak suliban, hogy nekem már szünet van szerencsére. És nem nagyon tudtam, hogy mit csináljak, itt épp konvertálódik egy videó amúgy. Ezt nem tudom, hogy mikor fogjátok látni, vagy meglátom. Szóval nem tudom, szerintem ez egy ilyen napi vlog videó lesz, vagy valami ilyesmi. Úgyse volt még nagyon ilyen a csatornán, hogy egy napomat mutatom be, vagy nem tudom. Illetve elég hülyének érzem magam, hogy megyek a házba és egy kamerához beszélek, mikor nincs itthon senki, de ez van, ez van. Közben amúgy itt gyógyulog a cica, mert megsebesült, és hát itt van, nagyon, nagyon csúnya volt a sebe, és tegnap megműtötték, de már szerintem jól van, ugye cica? Jól vagy, ugye? Jól vagy már biztosan. Reggelizni is kéne, szóval most szerintem megreggelizek, de mindenek előtt én iszok szerintem egy kortyvizet, mert már szomjon halok. Nem tudom, szóval már szerintem fönt vagyok egy órája, de még nem ittam semmit, szóval kész, nagyon szomjas vagyok. Őszintén is látok, amúgy az utóbbi időben nagyon-nagyon sok megtekintés van a videóimon, aminek én örülök tényleg, szóval tök hálás vagyok, a telefonot kint hagytam, nagyon jó. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, de amúgy tényleg nagyon örülök... srácok? Én amúgy bezártam az ajtót, nem? Oké, most ez kicsit beparáztatott. Én pedig bezártam az ajtót, én tökre úgy emlékszem, de most én visszanézem a felvételeket, meg bezárom főleg az ajtót, mert én bezártam a polc ajtaját. Nos, srácok, visszanéztem a felvételeket, és kicsit parázok, mert valóban bezártam az ajtaját. Én már párszor körberontam itt a házba, és nem találtam semmit, vagy senkit, viszont elég parán érzem magam. Mindenesetre behoztam a telefonomat, amit legalább, hogyha valami gondom, fel tudok hívni valakit, de én többször visszanéztem a felvételt, megnéztem, hogy esetleg olyan erősen zártanak, hogy visszanyithatódott az ajtó, de nem. Szóval ez elég érdekesen érzem magam. Mindenesetre, srácok, amúgy alapból egy olyan applikációval szerettem ma foglalkozni, vagy ezzel a videóban meg szerettem volna említeni, amelyben ilyen szellemdetektor, vagy nem tudom, hogy van elméletek Google Play-en egy olyan applikáció, amit mindjárt megmutatok, amely elméletek megmutatja, hogy a körzetedben mennyi szellem van, vagy itt maradott lélek. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz, de ma mindenféleképpen foglalkozni fogunk ezzel is. De mielőtt ezzel foglalkoznénk, még meg szeretném etetni a macskát. De hosszú idő után megvan, és jó, még mindig itt fekszik szerencsére. Gyere, cico! Kicsó, gyere, ízesem. Nézzétek, milyen aranyos azért, mikor kajáról van szó, akkor legalább már kicsit éberebb. Kicsit odaszóltam neki, és... srácok! Ez mi az Isten? Oké. Okay. Ezeket szerintem én visszarakom a helyére. Az előbb, mikor itt ittam a vizet, itt nem volt semmi. Ez kicsit para, de nem tudok vele mit kezdeni. Szerintem én egy kicsit hosszabb időre bevonulok egy zárt szobába, mert ez így nagyon nem lesz jó. Srácok, eltelt egy kis idő, már majdnem fél óra, itt ülök bent amúgy. Nem tudom, hogy most így amúgy mi van, de én no joke amúgy befaráztam egy kicsit, hogy ez mi lehet. Minden esetre... én amúgy is foglalkozni szerettem volna, most meg is hittem a Google Play-t, és meg is keresek egy, azt az applikációt, amit én kinéztem. Hát én, ez az ész furcsa volt, szóval kicsit azért megijedtem, hogy mi volt ez, hogy nyitva maradt a szekrény, meg ezek a kanalak, de nem tudom, mire van amúgy. Fú, srácok, nem tudom, amúgy ez egy ilyen napi vlognak indult, de ami kisült belőle, az nem az lett amúgy. Én úgy gondoltam, hogy elmegyünk majd így boltba, meg ilyen alapvető dolgokat, így kicsit így érdekesebb legyen, és lássatok, hogy miket szoktam csinálni mindennapokban. Hát, ez nem éppen mindennapi dolog nálam, de ja. Lássátok, srácok, már telepítődik is az applikáció. Nem tudom, hogy meg is lehet már nyitni. Hú, srácok, elég profi cucc, nézzétek, nem tudom, mennyit fogtok belőle látni. Most amúgy engem láttok, igen, de itt alul van egy ilyen dolog, és hogy ott valami pittyog, akkor oda megyünk, és megnézzük, hogy tényleg ott van-e valami, mert amúgy eléggé durván néz ki. Ja, szerintem eléggé durva. Minden esetre meglátjuk, hogy mi lesz. Hát jelenleg nem talál szerencsére semmit, de azért félek. Vajja, srácok, most én szerintem így ki is megyek, és megnézem amúgy, hogy mi van itt.
Jelenleg nem jeles semmit, csak az, hogy medd az aksim. Hát szerencsére lettük a konyhába, más már nem történt szerencsére. De kíváncsi hopp. Mégiscsak van valami ezek szerint valahol itt. Az előbb valami ott volt a kijelzőn, de aztán mégse lett ott semmi. Érdekes. Nem tudom, esetleg Cica, te szellem vagy véletlenül? Nem, de oké. Hát érdekes, mert amúgy nem jelez most semmit se, az előbb pedig jelzett. Amúgy tök jól tükröződik a telefonom, na mindegy. Meg szólok, hogyha majd valamit esetleg látok ott. Hopp, itt már van valami. Valamelyik irányba. Mi? Oké. Szerintem... eltűnt. Azt is, remélem látszódott a kamerába. Ott volt valami. Hát jó van, srácok, akkor szerintem most odafutok vissza a szobába, mert ez így nagyon nem jó. Azért örülök, hogy megtudtam, hogy van valami, és nem én hűlök meg. Viszont nem tudom, hogy igazából most mit csináljak, mert eléggé parázok. Folyton nézem itt a radart, hogy hát ha esetleg bejön, vagy nem tudom. Közben utána olvasok az interneten, hogy mit lehet ilyenkor tenni. De ez nem hiszem, hogy olyan átlagos dolog, amit így megtalálok egy fórumon. No joke, most beírtam ezt. Kiadott, megnéztem gyakori kérdéseken, és az első válasz, itt van, hogyha valaki be akarját, akkor nézze meg. Olvasom, nyiss egy csatornát YouTube-on, és közvetítsd élőbe a paranormális eseményeket. Hát most YouTube csatornát nem fogunk nyitni, megizelni, mert egy van kettő, pedig nem tudok most közvetíteni, de nem nagyon tudom, hogy mit csináljunk, srácok. Írjátok meg a kommentbe, hogy ti mit gondoltok, hogy lehet elkapni egy szellemet egyáltalán, vagy kísértet, vagy nem tudom mi ez, de para. És nem tudom, hogy most igazából mi legyen, vissza kéne mennem a szobámba. Vissza kéne valahogy mennem a szobámba, csak ott érzem magam igazán biztonságban. Hát elég para. Mindenesetre még a szellem nem okozott annyira sok problémát, mert gondoltok bele még csak kanalakat rakosgatott, meg ilyen apró dolgokat, de azért folyamatosan figyelem. Folyamatosan figyelem, hogy lesz-e valami. Remélem nem lesz sem. Közben srácok, én még kicsit utána olvasgatom a dolgoknak, és ilyeneket találtam például, hogy a szellemek azért maradnak ugye itt nálunk, hogy valami befejezetlen dolguk van. Srácok, itt van a szobába. Nem tudom, mennyire látjátok, de itt van a szobába. Jó. Adom, még az ajtón kívül van, de... én parázok, srácok. Most szó szerint azon az ajtón kívül van. Még. Amúgy esküszöm fénynek. Szóval most így no joke, itt egyedül vagyok a szobában és szellemeket vannak körülvéve. Srácok, elment a szellem. Felmegyünk. A szobába felmegyünk. És nem tudom, hogy ott most én mit fogok csinálni igazából. Srácok, fönt vagyunk, felértünk nagy nehezen. Kicsit árnyékolt ez a részem, de nem nagyon tudok mit csinálni. És hát, reménykedjünk, hogy itt nem talál meg minket senki. Na srácok, ez egy napi vlognak indul, de nagyon nem az lett belőle, szóval bocsi. Köszi, hogy megnéztétek, meg ilyen alapvető dolgok, tudjátok, miket szoktunk csinálni. Like, sub, csengő, meg ilyenek. És ha szeretnétek, hogy megpróbáljak valamit csinálni, akkor írjátok le, hogy mi legyen az, vagy mit csináljunk, mert ez így nagyon nem normális. Szóval köszi srácok, még egyszer like, sub, csengő, és akkor én most megyek parázni. Ja. Ciao. Ha te is ki szeretnéd próbálni Magyarország egyik legeslegjobb szerver közösségét és szerverét, akkor töltsd le te is a mindsite.hu-t. Nincs más dolgod, mint fellépsz a leírásban lévő weboldalra, rámész arra, hogy letöltés, és letöltöd a kliensünket. A kliensünk mellé kötelező javát használnod, és ebből is a legeslegújabb verziót. Hogyha ez nincs meg, akkor töröld le az előző javát a gépedről, úgyhogy minden egyes fájlt és mindent letöröld, ami a javához kapcsolódik. És azután töltsd le a klienst és telepítsd. De hogyha esetleg te nem szeretnéd letölteni a klienst, akkor először regisztrálj be a Mindcenterbe. Itt van, hogy Mindcenter és regisztráció. Amint rámegyünk, egy ilyen weboldalra fog minket szépen bedobni. Itt beírd a felhasználónevedet, az e-mailedet, a jelszódat kétszer, remélsz, hogy nem vagyok robot, és beregisztrálsz. Amint ezzel megvagy, már meg is nyithatsz egy akármilyen launcher. Beírtod, hogy play.mindside.hu. És amint ezzel megvagy, már fel is tudsz jönni a IP-s szerverünkre. Próbáld ki te is Magyarország egyik legjobb klienses szerverét, és Magyarország legjobb IP-s szerverét.
Sziasztok srácok, új termékek kerültek be a shopunkba, azaz az MC shopba, ugye ahol Mindset-ös termékeket lehet venni, és új logóval ellátott termékek is, ugye hát ezt úgy tudjátok elérni, hogy a weboldalon rámentek arra a kis fleskére, hogy termékek. Bedobtiteket ide az MC shop, ugye hát ezt a Mester MC szponzorálja nekünk. Itt vannak ugye az új logóval ellátott termékek. Aki szeretné, nyugodtan vásárolt, ezzel is tud minket támogatni, és természetesen, hogyha a rendezvényeken találkozunk és kint lesztek, akkor így is könnyebben fel lehet titeket ismerni, és mi is ilyen termékekben szoktunk lenni. Szóval, hogyha szeretnétek, akkor nyugodtan megrendelhetitek. Leírásban ott van a link, de amúgy www.mindset.hu, és ugye ott lesz a termékek menüpont, vagy mcshop.hu, és videós csatornák, és Mindset-ra rámentek.